Sziasztok srácok! Tudok én nektek ellent mondani? Persze, hogy nem tudok nektek ellent mondani. Volt egy-két komment, és levélben is jó páran írtátok, hogy, hogy mutassam be ezt az olasz könyvet. Amit bevallom őszintén, ö, nyugodtan írjátok le kommentbe, mert kíváncsi vagyok itt, hogy, hogy mit a, miért, miért akartátok ezt látni, mert igazából ö, ez nekem egy rejtély, mert semmi olyan extra dolog nincs úgy benne idézőjelben. Ami, mivel olasz, ami, ami olyan túl sok szót érdemelne, ezért nem is lesz olyan hosszú ez a videó, de azért gondoltam, hogy akkor, akkor jó, lapozunk bele, hogyha ennyire szeretnétek, ezt a pár percet megéri. Ezt különben egy Velencétől nem messze, Olaszországban egy ilyen kis üdülő városkában, faluban találtam egy ilyen kis könyves boltocskában. Már megláttam, rögtön le is csaptam rá. Il Manuel del Prestigiatore. Aki tud olaszul, az fordíthat. Tulajdon... Ó, oh, ezt a trükköt nem ismerem. Majd kipróbálom cilinderből ilyen törpét varázsolni. Tök jó. Miket tudnak ezek az olaszok? Na hát, mi is van ebben a könyvben tulajdonképpen. Egy kicsit haj az, aki ismeri a Tolnai Simont, és kirakom itt a kis I betűt Tolnai Simonos könyve. Ugyanazok a képek viszonylag, tehát ö, a többségében ugyanazok a képek megtalálhatók benne, mint a Tolnai Simon antik bűvészkönyvben. Azt nézem különben, hogy ennek van valamilyen 2009-es kiadás, de hogy mi alapján, azt nem tudom. Mi alapján, azt nem tudom. Az nem derül ki. Hát olaszul nem tudok. Hát lapozgassunk bele, hogy mik vannak. Ugye itt is úgy látom, az asztalokkal kezdünk, szervantokkal, igen, tesszer mondtuk. Na, jönnek a, jönnek a trükkök, a kézügyességi trükkök. Ezek a következő. Golyó eltüntetések, van egy-két pénztcuc, van egy-két pénztcuc, kendő, karika. Kendő, pénz, pénz. Ő meg itt kéreget. Nem csak viccelek. Viccelek, ez is egy pénzrutin. Na, egy kicsit kártya, átmegy kártyával a dolog. Legyezők. Ó. Oh kártya átlövés. Tempóban. Ú, de tempós. Na, ez, ez itt jó. Impalmate. Kárte impalmate. Ez gondolom a palmásban van a kártya. Ó, vannak itt ilyen extrém rutinok is. Különben tényleg nagyon sok ilyen tolnai simon dolog köszön vissza belőle. Tehát a pillangók, ez szinte mindaz, viszont van egy-két egy, -két, egy -két újdonságot is látok két újdonságot. A izében ne van, uh, nem tudom, pohárjáték, pohárjáték. Kettőcek, ezek már inkább az ilyen nagyobb illúziók, ilyen, ilyen hal megjelentetéses dolog. Igen, folyadékokkal, eltűnő folyadék, megjelenő folyadék, ez valami kötél, cucc, ilyen madzag dolog lehet. Vannak ilyen nagyobb illúziók, ez valami táncoló babák? Vagy mik lehetnek ezek? Nem tudom. Ezek már tényleg nagyobbak. Nagyobb illúziók. Fegyver. Golyó, golyó elkapás. Nem, azt nem, nem csinálják. Dobozok. Ez ilyen IKEA katalógusban is lehetne, nem? <laughs> Eladó dobozok. Órák. Tükrök, tükörtörés. Ötelek. Ó, oh, csikágói. Egy kis csikágói. Ó, oh, de jó. Na, hát igazából klasszikus. Tehát aki a is Simont ismeri, sok minden pluszot nem kap. Sőt, euh, még talán egy-két dolog hiányzik is. Ez egy ilyen kivonatszerű euh, dolog. A végén viszont van egy-két ilyen újdonság, ami, ami nem volt máshol. Ezek ilyen talizmánok. Igen, ezeket most így jobban megmutatom az előző videóban voltak, jobban bemutatom ezeket a talizmánokat, zodiákus jegyekre, eminórium, Arietis. Uh -huh. ez a szűz, oroszlán, ez, um, ez a mérleg lehet? Libra, lehet, azt hiszem a mérleg. Skorpió, ez nem tudom, szaggitári, Capricorn, Aquari, ez a vízöntő lehet. Na, ez itt mi? Ezt olvassátok el. Hú, nagyon király. Na és ez? Contra mus, muskár, muskag. Ez valami kúpszerű valami dolog. Nem tudom. Na, ez pedig a a nagyorú ördögfejű Nyúl. Ja. Ez vagy egy ördögöt a karti tárnyékba, vagy egy nyuszi, csak fél, kicsit félre sikerült. Van itt ingyang. yang. Ying yang. Ez, kedvelem ezt a szimbólumot. Elmondom, miért kedvelem ezt a szimbólumot, mert bennem mindig azt a mondást hozza fel, hogy minden jóban van valami rossz, és minden rosszban van valami jó. Ugye? Tehát ez olyan, ez olyan jó pofa szimbólum. Na, ezek itt micsodák. Hát ez, ez valami kardot nyert, vagy micsodát. Itt meg így ilyen szem, szemgolyó van a testén. Az olvas valamit. ha hát, nem tudom. Ó! Ez is valami istenség lehet. A hegy. Ha megfordítom, akkor milyen. Aha, ez a gonosz. Ez a gonosz. Fogja a kezét a jónak. Nem? Tök olyan. Ó, és egy, egy Dávid csillagot ad ki a cucc. Érdekes. Na, ezt, ezt, már egy pár filmben láttam, ezt a ördög figurát, a pentagrammal, homlokán. Ez valami devil, evil, a kecske, kecske fejjel. Hogy ezek mit keresnek ebben a könyvben? Bevallom őszintén, hogy fogalmam sincs, de biztos, hogy van valami jelentőségük. Hát, aki ez valami mágikus szimbólumok, nem tudom, mit csodák lehetnek. uh Több időt nem is nagyon szánnék erre a könyvre igazából. Olaszul nem tudok, de a Tónai Simonban hasonlóak vannak, amit az énél e ugye megtaláltok, ingyenesen le tudjátok tölteni az elektronikus könyvtárból, és ott tulajdonképpen ezeket meg is nézhetitek, ezeket a trükköket, hogy mit akarnak. Na, hát kérésetek teljesült, kis rövid vlog erről a könyvecskéről, és akkor legközelebb majd találkozunk. Dobhatok erre is egy tetsziket, hogyha akartok, bár nem hiszem, hogy miatt fog valaki tetszik elni, vagy, vagy feliratkozni a csatornára, de nyugodtan tegyétek meg, és akkor legközelebb majd találkozunk. Sziasztok!